világháború jellegzetes szovjet tankja, amelyik egészen Berlinig eljutott már. A képen látható a irányító táblán is, hogy már nem sok van a berlini találkozásig. És hát itt lehet látni egy olyan T-34-est, amelyik ezért már sok harcot végig vitt. Na hát itt lehet látni a rajta lévő festés, a megkopott festés, már egy kicsit rozsdásított területek. Hát nem tudok mutogatni. De például itt a pótláncnál már a rozsda ugye elindult, mert hát ugye nem nagyon takarítgatták. Akkor itt például vannak ilyen sérülések az oldalán, hogy itt-ott a fának neki ment, a falnak neki ütközött. A koptatások a különböző szerszámos ládán, a szerszámokon rajta lévő koptatások. És hát ugye lehet látni ezeket a lefolyásokat, ami a felső részből lefolyik, amikor ugye esik az eső, nedvességet kap, akkor a rozsda végig folyik ott az oldalán, és akkor ezek a lefolyások is megvannak rajta. Hát a lánctalp ugye azon megint ott vannak a sármaradványok, a különböző területeknek a jellegzetes dolgai. A por, ahogy lerakódott a különböző szögletekbe, tehát a mélyebben álló területeken lerakódik a por. Aztán itt van a kipufogórendszer. A kipufogórendszernek ugye a minek utána ezek, hát azért nem a legmodernebb járművek voltak, meg a kipufogórendszer sem volt úgy szűrve, ezért igen tisztességes füstöt okáztak, amikor elindultak. És hát ez lehet látni rajta, hogy ott a kipufogó már be van feketedve sok füsttől. Hát ott, ahol fönt járkáltak a katonák, már hát ott is lehet látni ezeket a taposó részeket, hogy ott ki van szakadva például a drótháló, ez a motornak a felső, tehát a motor feletti rész, ez ki van, hogy rálépett, beszakadt. A figuráknak meg hát ugye a jellegzetes orosz uniformisuk van, és hát a másik nagyon jellegzetes fegyver a PPS géppisztoly, ez a dobtáras géppisztoly, amelyik jellegzetes orosz fegyver volt abban az időszakban. Hát itt is lehet látni végig a koptatásokat, ahogy fölmentek, ugye, mert itt másztak föl be a tanba, és itt azért lejött a festék már, megkopott, elrontásodott. Ez a fehér csík, amely körbe a tornyon van, ez gyakorlatilag azért volt, mert amikor bementek az utcai harcokba, akkor látták azt, hogy ez orosz, tehát a saját járműveket ne lőjék, ne harcoljanak a saját járműveik ellen, és így befestették ilyen fehér csíkkal, ezzel jelölték be. Hát a szám az meg a hadosztálynak a hadosztály szám. Na, hát köszönöm szépen, és gratulálok! Az út felületéről azt kell tudni, hogy ez 150-es csiszolóvászon gyakorlatilag, mert ebből alakítottam ki ezt a hát ilyen aszfaltszerűséget, ami igencsak meg van töredezve, ugye, mert hát elég elhasznált útfelület, és ezt abból alakítottam ki. Tehát egy csiszolóvászonból. És hát vannak egy-két ilyen felújítások is rajta, amik hát például a fegyvereknek a szíjazatát, azt utólagosan én készítettem rá. Amit elég jól lehet látni, mindegyik fegyvernél ott van a szíj, amivel ugye fölakasztották a vállukra a szíjat. Alex.
német futárautó, amelyik éppen egy ellenőrző ponton kellhez, hogy megálljon. A német tiszt ellenőrzi az okmányokat, és tulajdonképpen ez a futárautó egy Opel Olimpia kis személyautóból lett átalakítva, mint lehet látni ezekkel a pót üzemanyagtartályokkal. Itt is ugye észlelni lehet a porozást, amelyik a mélyebb pontokon, ahogy megül a por, hát egy nyilvánvaló menet közben, és hát itt is azért van egy bizonyos festési technika, amivel ugye az alsó részek sötétebbek, a felső rész, ahogy megyünk fölfelé, egyre világosabbak. Ez abból adódik, hogy a festék ugye a nap, meg hát a levegő hatására kifakul, és ezért ilyen kicsit hamvasabbnak tűnik a festés. Hát itt meg lehet látni hát ezt a medve alakot, ez a hadosztály jelvény. És hát tulajdonképpen az útnak a kialakítása az meg hát egy ilyen földút, amelyik hát egy sáros állapot után ugye ilyen nyomos, tehát ilyen keréknyomos lesz, és lehet látni a áthaladó járműveknek a nyomait. A fogadó részen, itt ugye van ez a kis lövész hely, amelyik hát tulajdonképpen ezt az állomást védi, és itt található ez a gépfegyver, állványos gépfegyver, a tank elhárító, hát micsoda, hogy PPS, azt hiszem PPS-nek hívják, igen. És hát ott van mellette a tartalék lőszer a ládában. Na most a figura, az tulajdonképpen a német figura kezeli ezt a helyet, ezt az őrhelyet, és hát most éppen nézi az óráját, hogy időben érkezett-e ez a futárautó, valószínű várták az érkezését, és most figyeli az óráját. A sorompok kialakításában meg kimondottan természetes anyagok vannak felhasználva, ilyen gyökérből lett kialakítva ez a sorompó, kis gyökér darabokból. Hát a növényzet az meg ilyen hát elszórt növényzet, tehát nem egy fix, egybefüggő növényzetről van.